Igazgató asszony, miért volt olyan nagyon fontos ez a mai kerekasztal beszélgetés? Többek között azért, hogy a nagy közönség is értesüljön arról, hogy a 47 intézményben, igaz, hogy most csak 5 intézmény volt itt jelen, milyen munkák folynak, illetve milyen az intézményeknek és a tankerületnek a viszonya. Az országos médiában ugye régi nevén Klik, most már ugye Klebersberg intézmény fenntartó központ van, és nem pedig Klik. A Klikhez nagyon sok negatív gondolat, érzelem társult, és azt szerettük volna bemutatni, hogy ebben az új rendszerben hogyan tudnak együttműködni az intézmények a tankerületekkel. Miért pont ezt az 5 intézményt, illetve ezeknek a vezetőit hívtátok meg erre a beszélgetésre? Mi alapján választottatok? A kiválasztásnál szempont volt, mivel 4 járásból álltunk össze, hogy mindegyik járásból legyen egy intézménynek, mindegyikből legyen egy képviselő, aki itt most jelen van. Hát a Vecsésiből adott volt, hogy a Maglódi, miután ott most egy örömhír volt, hogy megindul Maglódon az új iskolaépítés, a Gyálin a Smart Kurtelemnek a beüzemelése idén történt meg náluk, tehát ez volt az apropó. A Monoriban 2 volt ugye az egyik a Pilisi, ott például azért, mert mint mondtam is a WC felújításnál egy annyira kedves, aranyos gyerekbarát dizájn sikerült neki kiválasztani, amit szerettem volna, hogyha itt megmutathatunk nagyobb plénum előtt. A Vörös Sándor iskola nagyon innovatív, nagyon sok mindenben benne van, ezért szerettem volna, hogyha ők itt vannak. A Dabasi iskolában pedig talán azért is, mert Roland az egyik legfiatalabb intézményvezető, és szerettem volna megmutatni, hogy ilyen nagyon fiatal, innovatív emberekkel is lehet együtt dolgozni. A bevezetődben, a köszöntők után beszéltél a gazdálkodásotokról. Hogy áll ez össze? Mi az, amivel tudja a Monori tankerület az intézményeit, a hozzátartozó intézményeit támogatni, segíteni? Hát például avval, hogy közösen alkotjuk meg a költségvetést. Ez tavaly 16 őszén is úgy volt, ahogy most lesz, hogy egyesével hívtuk be az intézményvezetőket, azt kértük tőlük, miután már megvoltak a számok, ezeket előtte elküldtük nekik, és azt néztük meg, hogy ők hogy látják eznek a számoknak a tükrében, mire lesz elég, hol érzik azt, hogy esetleg ez kevés, vagy szorít a cipő, illetve hogy melyek azok a dolgok, feladatok, illetve elképzelések, álmok, amiket szeretnének megvalósítani. És ez egy közös gondolkodás, nem csak velem, hanem a gazdasági osztály több tagjával együtt ülünk ilyenkor az asztalnál, és együtt alakítjuk ki, és határozzuk meg azt, hogy hol vannak a prioritások. Mennyire nehéz ezeket a prioritásokat összeállítani, hiszen azért van, ahol nagyon fontos egy linoleumcsere, van, ahol a tetőszerkezettel van, vagy egyik jobb, mint a másik, és mind a kettőt meg kell oldani. Ez így van. Szoktam is mondani, hogy 47 intézmény, nincsenek édesek és mostohák, mindenki a maga szintjén nagyon fontos nekünk. Van, akinek tényleg a tető a fontos, nagyon sok helyen a kazánok voltak fontosak. Az, hogy egy iskolának hol van a prioritás, ezt ők határozzák meg. Utána, amikor ez megvan, akkor utána mi tankerületi szinten figyelünk arra, mert ezekben vannak azért például, hogyha a kazánokkal van probléma, ami meghaladhatja egy intézménynek a költségvetését, úgyhogy a működését befolyásolhatja. Ilyenkor tankerületi szinten van egy úgynevezett Viszmajor alap, amire figyelünk, hogy oda mik azok a pontok, amik problémát jelenthetnek, esetleg gondot, hogy arra tegyünk annyi pénzt, és legyen elkülönítve, hogyha bármi történik. Ha nem kell elkölteni, hál' Istennek, akkor ezeket a pénzeket utána szét tudjuk osztani az intézmények között. Ehhez azt szeretném mondani, hogy így kap az intézmény egy olyan költségvetést, ami neki az alapvető normális működéséhez kell, tehát ha nem történik semmi. Erről ő folyamatosan visszajelzést kap, minden hónap végén megkapja azt, hogy éppen hol áll. Ha valami olyan van, ami például akár szakellenőrzések során kiderül, hogy baleset vagy életveszélyes, azok nem kérdések, hogy azonnal meg kell oldani a tankerületnek.
Nagyon szép számokat mutatnak a diákok létszámára vonatkozó adatok, és azt mondtad, hogy ez még csak nőni fog, illetve az intézményvezetők is erről számoltak be. Hát egy iskolának fix 4 fala van, az nagyon nehéz megnyújtani, hogyha egy nagyobb gyerek létszámmal találkozik. Milyen terveket lehet szövegetni ilyen esetekre? Hát azt, hogy ilyenkor időben el kell kezdeni, tehát ezeket mi most folyamatosan nézzük, leginkább a tendenciákat. Azért itt a környéken azt tudom mondani, hogy Gyömrön van lakópark, ugye építés, bővítés, Maglódon van ilyen, Vecsésen van ilyen, folyamatosan nézzük, hogy tendenciában ez mit jelent, és ezért indítottuk el 4,5 évvel ezelőtt ezeket a projekteket. Most is van ilyen, Dabason is például az egyik intézményt, amiről itt nem esett szó, de az egyik intézménynek a tetőtér beépítése is meg fog történni. Pont ezért, mert hogy növekszik a gyereklétszám. Itt nagyon fontos, hogy előre gondolkodjunk, ne az utolsó pillanatban, mert azért itt is láttuk, hogy azért ebbe több éves munka van, tehát az nem lehet, hogy most kitaláljuk, hogy jövőre kell, mert akkor biztos nem lesz. Hazai, illetve uniós pályázatok mennyire segítik az intézmények működését, illetve a ti működéseteket a jövőben? Sajnos az uniós pályázatokon nem tudunk részt venni, mint KMR régió, viszont a kormányzata azért látja azt, hogy Pest megye ilyen szempontból nagyon hátrányos helyzetben van. Idén is elkülönített nem kevés pénzt arra, hogy az infrastruktúrát fejlessze, illetve hát azért eddig az önkormányzatok pályázhattak, ugye energetikai megújításokra, ezt mesélték itt a kollégák, ugye, hogy az épületek szigetelése, ablakcsere, jövőre van kiírva olyan pályázat, amin már a tankerület indulhat, ez például napelemekre vonatkozik, amivel segíthetjük azt, hogy kevesebb számlát kelljen fizetnünk a rezsire. Az iskolánk intézmények vezetői beszámoltak neked arról, illetve elmondták nekünk, hogy nagyon sok újítást vezettek be az intézményeknél. A modern kornak megfelelő tanórák kerültek előtérbe, az e-napló is előtérbe került. Nekem az fordult meg a fejemben, hogy ez nagyon klassz, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolog, de vajon az alapok oktatására is ugyanekkora hangsúlyt tudnak-e fektetni az intézmények? Hiszen ha valaki nem tanul meg böcsülettel írni, olvasni, számolni, akkor hiába van okostelefonja, tabletje, nem fogja tudni értelmezni, hogy mit kell veled csinálni. Így van, és ezért gondolom, hogy azért a pedagógus társadalomban nagyon nagy a felelősség a tanítónőkön. Ők teremtik meg azt az alapot, amire azt gondolom, hogy a felső tagozat, illetve a középiskolában tanító kollégák építkezni tudnak. Sajnos nagyon sok esetben van az, tapasztaljuk, és ez jelzés is, hogy nagyon sok SN is, BTMN-es gyerek kerül be az intézményekbe, akiknek valamilyen tanulási, magatartási, egyéb problémájuk van. Ezeket igyekszünk úgy küszöbölni, hogy a tanítók mellett nevelő, oktató, segítő, munkát végző pedasszisztenseket amennyire lehet fel tudjunk venni, és az be tudjon segíteni ebbe a munkába, hogy tudjon könnyebben differenciálni a diákok között. Az itt jelenlévő intézményvezetők az álmaikat is elmondták, sőt azt is elmondták, hogy téged is, mint Monori tankerület vezetőjét bizonyos esetekben meg fognak keresni. Mennyire reálisak ezek az álmok, amiket itt felsoroltak a kollégák? Abszolút reálisak. Sajnos pont az előbb említett, hogy az uniós pályázatokból kimaradtunk, emiatt azért nálunk az intézményeknek a építése, felújítása nem úgy van, mint az ország többi részében. Azt gondolom, hogy teljesen jogosak az álmaik, megkereshetnek, és ha nálunk is van a tankerületben műszaki referens, aki folyamatosan jár és nézi az intézményeket, és hogyha ezt mi is úgy ítéljük meg, illetve az kerül az első helyre, akkor ezekre rámozdulunk. Hát ha már a realitásoknál járunk, akkor egy teljesen reális elképzelés az nem valósult meg Monor tekintetében, ugye ez a Petőfi 34 alatti ingatlannak, ahova ti majd át fogtok költözni a város reményei szerint. Szeptembertől már ott kellett volna a Monori tankerületnek székelnie, hát ez egy picit várat magára. Mi a testületi ülésen nagyon sok információhoz hozzájutottunk. Az én kérdésem az, hogy itt van ugye egy óriási különbség a négyzetméter árakban, ami miatt nem tudja bevállalni az önkormányzat ezt a felújítást. Ebben nincsen esetleg bármiféle fajta együttműködés mondjuk a Monori tankerület részéről, vagy a nagy központotok részéről, hogy besegít nektek, és akkor a várossal közösen? Sajnos nem, tehát
mindent. Ezt ugye Monor város vállalta magára, amikor azt szerette volna, hogy a monori a tankerületi központnak a székhelye Monoron legyen. Nem árulok el titkot, hogy ez Gyál is szerette volna, Dabas is és Vecsés is. Monor nyerte meg, ők vállalták, hogy meg lesz. Én erre szoktam azt mondani, hogy jó munkához idő és türelem kell, tehát úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben is mind a kettőre szükségünk van. Azt az ígéretet kaptuk a városvezetéstől, hogy maximálisan rajta vannak, és hogy minél előbb megtörténik. Én azért itt hagy mondjam el, hogy aki ismeri a régi munkaügyi központot, tehát a Petőfi utca 27-et, és tudja, hogy mekkora, akkor azt azért hagy mondjam el, hogy most ott 26-an dolgozunk, tehát egy emberre nagyon pici négyzetméter jut, és ezt a kollégáim mind vidáman, jókedvűen teszik, úgyhogy én ezúton is köszönöm nekik ezt a hozzáállást, amit tanúsítanak, és nagyon bízom benne, hogy Monorváros önkormányzata meg nagyon hamar dűlőre jut és döntésre is beköltözhetünk. A jövő karácsonyt szeretnénk már ott ünnepelni.